Elérkezett a vízválasztó hideg idő, amikor a hős bringások egy része előveszi a téli bringás öltözéket, míg másik része elteszi télire a járgányt. A kerékpározás egyik legfontosabb veszélyforrása a nem látható bicajos. A láthatóság életet menthet. Minden évben sokan szenvednek balesetet kerékpározás közben, csupán azért, mert úgy gondolják, sötéten is tudnak magukra vigyázni. A ninjákat, a nem látható, kivilágítatlan bicajosokat hívja így a bringászleng, az igazi bringások is kivetik maguk közül, nem csak azért, mert buta és veszélyes, amit művelnek, hanem azért is, mert sokan részben miattuk tartják felelőtlennek a kerékpárosokat. Téfit, hogy a járdára gyógyított kerékpárúton nem fontos a világítás, nem csak a többi bringás haladását nehezíti meg a velük szemben tekerő ninja, hanem minden útkereszteződésnél, becsatlakozásnál, kapubejárónál kockáztatja az életét, hiszen az autósok sem látják. Téfit, hogy a versenybringát nem lehet kivilágítani. Ma már kaphatók olyan speciális, könnyű és kisméretű ledes lámpák, amelyekkel bár messzire nem fogsz ellátni, de legalább téged látnak az autósok, így alkalmasak az országúti edzéseken való használatra. Amikor nem a forgalom elől elzárt úttesten, felvezető autók között bringázol, országútival is szükség van rá, hogy világíts. Kerékpárosként láthatóságodat aktív és passzív láthatósági elemek használatával biztosíthatod. Az aktív láthatósági elemek fényt bocsátanak ki, a passzív láthatósági elemek pedig visszaveri a rájuk vetülő fényt. A láthatósági elemek mindkét fajtája nagyon fontos, de csak együttesen adnak megfelelő biztonságot. A passzív elemek használata semmiképp sem pótolja a lámpát. A láthatóságot biztosító eszközökről Keresztes Pétert, a helyi Kero Bike Service vezetőjét kérdeztük. A legnagyobb tanácsom az, hogy ne felejtsük el azt, hogy ilyenkor is lehet bicajozni. Nyilvánvalóan ugye ez mindig az, hogy az ősszel jön egyfajta pesszimizmus a bicajozásban. Rosszabb idő van, esős idő van, csúszós utak vannak, és nem utolsó sorban ugye sötétedik hamarabb, mint mi azt szeretnénk. Ezáltal mindenképpen nagyon fontos az, hogy lássanak minket, a láthatóságunk egy rettentő fontos szempont. Ezekre különböző alternatívák vannak. Tudunk a kerékpárra rakni világításrendszereket, fényvisszavarrendszereket, és magunkra is tudjuk ezeket. Tehát két fő kategóriát tudunk megkülönböztetni, bicajt tudunk költöztetni, és magunkat is. Kezdjük talán a bicajjal, az a megszokottabb, az ismertebb. Jellemzően ugye első és hátsó világítás szetteket lehet, illetve célszerű beszerezni, felrakni a bicajokra. A világítás szett az abban rejlik, hogy van egy eleje és egy hátulja, ezeket bontva is lehet. Lehet akkumulátoros, elemes verziókat is felszerelni. Ugye a mai technológia az inkább már az akkumulátoros vonalba megy, ez azért jó, mert környezetbarát tud lenni, nem kell elemezni, nem fog úgymond idő előtt elhasználódni, rendkívül hosszú élettartamok ezek a dolgok, és nagyobb teljesítményt tudunk biztosítani. Kicsit rátérve arra, hogy mi a jó lámpa, mi a nem jó lámpa, vannak nagyon egyszerű kínai kis villogók. Adott szituációban ez is teljesen jó lehet, tehát amikor arra kell nekünk, hogy egy kivilágított, közvilágított területen legyen egy biztonsági plusz jelzésünk, akár a nappali bicajozási körülmények között is, akkor az is megfelelő, viszont amint besötétedik, sokkal magasabb, erősebb teljesítményű lámpákat kell. Most már rendelkezésre állnak a piacon olyan elérhető árban lévő első és hátsó világítások, amik mondjuk fél wattos teljesítménnyel már egy nagyon-nagyon erős pulzáló fényt tud csinálni, egy jó optikával megcsiszolva. Ez azt jelenti, hogy azt a fényt még jobban szétszórja és megerősíti, ezáltal ugye figyelmet generál az autósok, illetve a gyalogosoknak egyaránt. Fontos azt ugye megemlíteni, hogy Bicskén ugyan nagyon szépen fejlődünk a sportolási lehetőségekben, kerékpárutak is készülnek, épülnek, viszont ugye a városban a hétköznapi használatban nem mindenhol biztosított, tehát használunk kell a közutakat, idénként sajnos a járdákat is. Ezáltal nagyon fontos az, hogy megfelelően lássanak minket, és mi is észrevetessük magunkat. Ez egy kölcsönhatás gyakorlatilag, mindenkinek érdeke a látszás és a láthatóság. A sötétben, ködben, sűrű esőben, havazásban, a látótávolságot korlátozó súlyosságú szmogban is biztonságos bringázás legalapvetőbb feltétele, hogy mind előre, mind hátulra megfelelő erősségű fényt, kibocsátó lámpát működtessünk. Fontos, hogy előre mindig fehér, hátrafelé pedig piros fénnyel világítsunk. A másik járművezetőjének a fényszíne jelzi a haladásunk irányát. Ha színeket fordítva használjuk, azzal megtévesztjük a többieket, és ezzel balesetveszélyt okozunk. Fontos, hogy az elővilágító lámpa fényének egy része oldalról is látszódjon, gondoljunk az útkereszteződésben haladó kerékpárra.
az előső fehér és hátulsó piros prizma kötelező, a bicajon nem lehet háromszög alakú, utánfuton hátul egy darab háromszög alakú kötelező. Ugyancsak kötelező a kerékpár előső kerekén, vagy két darab külső prizma, vagy helyette reflexcsíkos külső alkalmazása. Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező a fényvisszaverő ruházat viselése. Magáról a védő felszerelésekről, illetve itt is inkább ugye, amit fel tudunk venni, fényvisszaverő eszközök, jellemzően ezek a fényvisszaverő mellények, pántok, karpántok, lábpánt, illetve V alakú profil lehet ránk. Ezek a legelterjedtebbek, ezek reflektáló csíkkal vannak ellátva, jellemzően üveggyöngyös szórása van, és ugye ez a fényvisszaverő rajta. Ezen kívül viszont most már lehetőség van bukós isakokba beépített hátsó lámpára, illetve fejlámpák is vannak olyan funkcióval már, ami a fej tetőre kerül, és előre és hátrafelé is tud fehér, illetve piros fényt biztosítani. A szezonvégi karbantartás igen fontos tényező a kétkerekű használók körében. Ennek sokadrangú, de nem elhanyagolható indoka, hogy télen a szervizek jóval nagyobb kapacitással bírnak, mint tavasszal, amikor az első napsugár hatására tömegében indulnának a népek kerekezni. Olyankor mindenki egyszerre, azonnal és rögtön akarja üzembe állítani gépét, vagy megvenni az új csodajárgányt, ebből egyenesen következik a kilométeres várólista. Alapvetően a tanácsom azért a sok éves tapasztalat, gyakorlat az mostanra az lett, hogy a tél az nekünk is egy csonka szezonnak mondható, tehát ilyenkor nincsen túlzottan erős értékesítésünk és szervizünk sem. Ez ugye az évszaknak, az adott tájnak a jellegzetessége, viszont ez egy nagyon jó időszak arra, hogy a tavasszal már elővett kerékpárokat le tudjuk szervizelni a holt szezonban. Nekünk is egy kiegyensúlyozottabb szezon tud egész évre biztosítani ez a gondolkodásmód, tehát érdemes előrefele gondolkodni, a téli úgymond off-seasonben, tehát az ilyen csonka szezonban leszereltetni, rendbe rakatni a kerékpárt, állapotfelmérést csináltatni, illetve ugye ezeket rendbe rakatni. Azt gondolom, hogy a tudatos kerékpárosok, akik inkább már kerékpározást élményből, hobbiból, sportból csinálják, ők abszolút kaptak erre, és ezt a fajta ügymenetet követik és tartják, és nagyon jó együttműködést tudunk ápolni, illetve nagyon jó együttműködés épült ki az elmúlt évek alatt. Megszokták azt, hogy bizony nekik is jobb az, mikor nekik eszükbe jut, hogy kisütött az első tavaszi napsugár, akkor ők nem szeretnének sorban állni 2-3, akár 4 hetet is, tehát ez most arra már idején nőtte ki magát. Én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy Bicskén egy ilyen fellendülő kerékpározási irányzat van. Ennek nagyon örülünk, viszont ezzel sajnos számolni kell, hogy a mi kapacitásunk is véges, ezért a főszezonban elő tud fordulni akár a 3 hetes várakozási idő. Ezt tudjuk kikerülni azzal, hogy a téli szezonban behozzuk a kerékpárokat, és mi szépen nyugodt körülmények között rendbe tudjuk rakni. Ilyenkor nem kell senkinek, lerakjuk félre, tavasszal pedig úgy tudjuk már elővenni, hogy csak rá kell pattani, és mehetünk is. A lényeg tehát, a téli spájzolást megelőzően tegyük rendbe, ápoljuk a bringát, tartsunk megfelelő helyen, míg nem használjuk, és tavasszal nem érhet minket meglepetés.